A Kőbányai Sportszövetség 53 kőbányai székhelyű tagszervezetet foglal magába. Az 53 sportegyesület, illetve diák sport és sportági szakbizottság sportolási lehetőséget biztosít közel 11 ezer ember számára. A sportszövetség ezeknek a hozzájuk tartozó tagszervezeteknek tartotta meg éves közgyűlését, ahol szó esett a működéshez szükséges háttérmunkáról, jogi változásokról, pályázatokról és az elkövetkezendő év terveiről. Kőbányai Sportszövetség az 1990-ben, mint már említettem, az érdekvédelmi szervezetként jött létre. Fővárosban egyedülállóak vagyunk, sokan irigyelnek is minket, hiszen ennek a kerületnek van egy ilyen szervezete, aki segíti a sportegyesületek munkáját, mint már említettem, jogi, szakmai, gazdasági és egyéb területeken, sőt sportszakmai feladatokban is. Tehát ha van egy nagy kőbányai esemény, akár egy Szent László nap, akkor oda mennek a kőbányai sportegyesületek diákja, gyerekei, versenyzői, és különböző fellépésekkel tudják színesíteni például a programot. A Kőbányai Sportszövetség minden évben összehívja a közgyűlését, ez törvényi előírás. Ugye 90-ben alakultunk, azóta minden évben találkozunk egyszer a kőbányai székhelyű sportegyesületek elnökeivel. Nekik szól ez a közgyűlés, hiszen őket szoktuk tájékoztatni, vagy szoktam tájékoztatni évközben az érdek képviseleti feladatokról, aktualitásokról. Gondolok itt törvényi változásokra, most például az idén a sporttörvény változott, arról lesz egy tájékoztatás, van, amikor adóügyek változnak, vagy mérlegbeszámoló készítéséhez nyomtatványok, vagy egyéb tudnivalók, a legutóbb a közhasznossági melléklet kötelezővé tétele volt. Tehát mindig van valami olyan történés a társadalomban, ami a sportegyesületeket úgy módon érinti, hogy ez törvényi kötelezettség és eleget kell neki tenni. A Kőbányai Sportszövetség alá tartozó sportegyesületek temérdek lehetőséget biztosítanak a mozgásra és a sportolásra. Akár versenyszerűen szeretnék kipróbálni magát valaki, akár csak a mozgás öröme hajtja. Az 53 sportegyesületből elég sok olyan egyesület van, akinek az elnöke mellette főállásban dolgozik, csak szerelemből, a saját sportága iránti szerelemből vezet egy sportegyesületet, és próbálja ehhez a sporthoz édesgetni azokat, akik kedvet kapnak hozzá, tehát elég sok az egyszakosztályos sportegyesületünk. De ugye van versenysportegyesületünk, Törekvés, Kőbánya Sportklub, Kőbányai Darazsak, a Kise, akik labdarúgással foglalkoznak versenyszerűen, tehát van versenysportegyesületünk és szabadidős egyesületeink is, és gyakorlatilag ez az éves közgyűlés arról szól, hogy törvényességnek megfeleljünk, és a hivatalos működésünk az biztosított legyen. A szövetségnek három nagy feladata van. Az egyik ugye az most említett érdekképviselet, a közhasznúsági megfeleléshez a Kőbányai Önkormányzattól átvállalunk olyan feladatokat, amit elvileg nekik a feladatuk, de mi annyira közelebb állunk ehhez a tevékenységhez, hogy ezt mi szívesen megtesszük helyette, mellette, együttműködve az önkormányzattal. Gondolok itt az óvodások sportjára, a diákok sportjára, a lakosság sportjára, és most kiemelt helyen van már két éve a szeniorok sportja, és a nagycsaládosokat emeltük fókuszba. Ugye 20 évig az óvodások sportjával foglalkozunk, és mellette mindig ott van a lakosság szabadidős sportjának a rendszeres lehetőség biztosítása. Ezért vannak a kőbányai szakbizottságok, hogy ezeket a lakossági bajnokságokat ők szervezik, önkéntesekkel tűzdelve. A forrásteremtés a harmadik feladatunk, ami ugye hát pénz nélkül elég nehéz működni az egyesületeknek, a támogatások azok sajnos nem növekszenek, hanem vadászni kell rájuk, és erre vannak a pályázati rendszerek, és a szövetség figyeli a pályázatokat, tájékoztatást ad az egyesületeknek, mikor, hol, milyen pályázat van. Ha ebbe a témában neked van tevékenységed, akkor feltétlenül írj, tehát ez a forrásteremtés része a munkánknak, illetve a saját rendezvények szervezése. Gondolok itt a honvédelmi sportnapok, diák sportrendezvény sor, és például a Grundgolf eseményeknek a szenior versenyzőknél, illetve most már elkezdtük a futó és a túra programot is az időseknél. Mi a menete, illetve a forgatókönyve a mai közgyűlésnek?
Először mindig van egy szakmai beszámoló, hogy mi is történt az elmúlt évben, és van egy pénzügyi beszámoló. Illetve a felügyelőbizottság ellenőrzi, hogy hogyan működött a szövetség. Ez a három beszámoló készül el a közgyűlésre, és ezt el szoktam küldeni előre a tagszervezeteknek e-mailbe, hogy mindenki otthon nézze át, és ha kérdése merül föl, akkor itt már ezzel tudjuk rövidíteni, hogy az érdemi rész kerüljön megvitatásra. Ezeket a beszámolókat megvitatjuk, elfogadjuk, és ezzel teljesítjük a közgyűlés küldetését, illetve én mindig össze szoktam kötni, miután azért túl gyakran nem találkozik ez a sok egyesület elnök, olyan információk átadásával, amik nagyon fontosak. Most például 9 előadónk érkezik erre a mai közgyűlésre, Sportegyesületek Országos Szövetségétől, a Honvédelmi Sportszövetségtől, a Kocsis Sándor Sportközponttól, Révész Máriusz volt az államtitkárságról, ő a szabadidős sport témakörbe tart előadást, tehát nagyon sok olyan információt átadunk az egyesületeknek, ami nekik nagyon fontos, hogy ebbe az évben még hatékonyabban tudjanak működni, és ezt fontosnak tartom, hogy átadjuk az egyesületi elnököknek. A Kőbányai Sportszövetség tagja az egyre népszerűbb sportegyesület Kőbányán, az Óhegyi Falmászó Egyesület is, amely néhány éve működik a kerületben, és dinamikusan nő a falmászásra járók száma. Mi a MAG 47 mászóteremnek vagyunk a sportmászó egyesülete, Óhegyi Sportmászó Sportegyesület néven. Mi 2,5 éve alapultunk, és nemrég neveztük át magunkat Óhegyi Sportmászó Egyesületre. Nagyon örülünk annak, hogy itt a kőbányai Óhegyi nevet felvehetük, ezt megkaptuk az önkormányzat támogatását is. Maga a mászótermünk az ott van az Óhegy közepén, úgyhogy innen is jött a név. Hát az egyik természetesen a Sportmászó Szövetség tagjai is vagyunk, alapvetően hiszen ez a fő sportágunk. Elég dinamikusan növekedünk, most már ilyen 150 fő körül van a létszámunk, és a fő tevékenységünk a sportmászásnak a támogatása. Talán azt tudtad, hogy a sportmászás olimpiai sportágával Tokió óta, és most a következő olimpián Párizsban is egy népszerű sportág. Hamarosan Magyarországon lesz egy nagy verseny ezzel kapcsolatban. Milyen kortól lehet elkezdeni, vagy ajánlott elkezdeni ezt a sportot, illetve kinek ajánlaná, valamint mennyire népszerű a többi sportághoz képest? Hát azt lehet mondani, folyamatosan nő a létszám, majdnem, hogy a kapacitásainkat is időnként meghaladja, hogy hányan jönnek. Volt, aki nálunk fordult, először olyan pici babákat is lehoznak, de komolyabban olyan 6 éves kortól ajánljuk szakmailag, hogy mászni kezdjenek versenyszerűen vagy rekreációszerűen, illetve van még egy másik terület is, ami a hiperaktívok, vagy pedig a tartásjavítással kapcsolatban keresnek meg minket. Kőbányában nagyon jó a kapcsolat az iskolákkal is, például a gimnázium, itt a közeli gimnázium is az alternatív tornaóráit nálunk tarthatják, tehát választatnak a diákok, jönnek is hozzánk is heti 2-szer, úgyhogy nem panaszkodunk. Az egyesület vezetője elmondta, hogy nagyon pozitív Kőbányával a viszonyuk, és az, hogy a Kőbányai Sportszövetség tagjai segíti a mindennapi munkájukat is. Kőbányán megalapítottuk az egyesületet, nagy szerencsével rátaláltunk az elnökasszonyra, az Ilonára, és ki is alakult egy nagyon gyümölcsöző kapcsolat. Úgy kezdődött az egész, hogy ők helyet kerestek tornára, mi ezt megadtuk, utána kiderült, hogy a mászás kapcsán nagyon sok olyan terület van, ahol együtt tudunk dolgozni, vagy együttműködhetünk. Ennek egyik ékes példája volt, hogy a tavalyi évben nagyon-nagyon sok kerületi iskolában, az elmúlt 2 évben azt mondom, kerületi iskolákban a mobilfalunkkal részt tudtunk venni a Kőbányai Sportszövetség által szervezett honvédelmi napokon. Ott nagyon-nagyon sokan megismertek minket is, mi is az iskolákat is, azóta ez egy nagyon jó kapcsolat. Egyéb pályázatokon is közösen részt veszünk, úgyhogy igazán élő valami. A Kőbányai Sportszövetség megtartott éves közgyűlésén szó esett minden fontos változásról és tudnivalóról, ami a sportegyesületeket érinti. Ezen felül 9 előadó érkezett a közgyűlésre, hogy előadást tartson annak érdekében, hogy az egyesületek még hatékonyabban tudjanak működni.